Küldj egy szexi képet magadról, találkozunk az iskola mögött. Ilyen és hasonló üzenetekkel bombázzák a gyerekeket a zaklatók. A tinédzserek körében is elterjedt ez a fajta magatartás. Ez egy szadisztikus cselekvésnek tűnik, de normális lelki jelenség van mögötte. A zaklatásokat ráadásul felerősítette a járvány, mondja Kitanics Márk, pszichológus. Én azt gondolom, hogy az, hogy be vagyunk zárva, hogy nem mehetünk ki, hogy egy csomó helyzetben nem tudjuk levezetni a feszültségünket, nagyon sok szorongást szül, és ez a szorongás konvertálódik át ezután feszültségbe. És általában azt a feszültséget valahol el kell vezetni, kanalizálni kell, nagyon sokszor ugye gyengében vezetjük el, gyakorlatilag a saját szorongásunkból származó feszültségünket, ebből származó indulatunkat elvezetjük, vagy levezetjük valaki máson, azt folyamatosan piszkáljuk, és abból nyerünk kielégülést, hogy ő szenved, hogy ő kínlódik. A szakember azt mondja, a zaklatók a gyerekek által internetre feltöltött fotók és bejegyzések alapján jól ráéreznek, mely tinédzsereknél lehet nyert ügyük, mely gyerekek magányos, csak érzelmileg elhanyagoltak. Ezért van nagy felelősségük a szülőknek, gyermekük digitális oktatása és érzelmi bizalom kiépítése terén. És egyre több olyan fotót tesznek ki magukról, ahol a nőiességüket hangsúlyozzák, akár egy bikiniben, akár egy átlátszó pólóban, vagy ugye erős sminkkel, különböző olyan pózokban, amelyek a szexuális vágy felkeltését szolgálhatják, és hogyha a szülő ezt nem beszéli meg a gyerekkel, és nem jelzi a gyerek felé, akkor a gyerek ezt önmagától nem tudja. Tehát szükséges az, hogy gyakorlatilag a gyermek erkölcsi gondolkodását, meg az érzelmi gondolkodását is próbáljuk meg kicsit keretek között tartani szülőként. Érdemes megtanítani a gyerekeket a közösségi hálózatok és az online platformok által biztosított blokkolási és jelentési funkciók használatára. Továbbá érdemes menteni a zaklató bejegyzéseket, hogy bizonyítani lehessen a zaklatást. Így feljelentést is lehet majd tenni a rendőrségen.